Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Geográfus, földrajz technika szakos tanár a Veszprémi Bátori Általános Iskolában. Elhivatottan foglalkozik a vármegye székhely egyik leghíresebb familiájának, a Csolnoki családnak a történetével, amelyről könyvet is írt. A műsor vendége Ribár Olivér. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Rögtön egy-két fogalmat tisztába teszünk, hogy minden hallgató abszolút képben legyen. A pedagógus egyértelmű, erre még visszatérünk, hogy hol és mit tanítasz, de itt van a geográfus. Mondtad, hogy sokan tévesztenek ezzel a dologgal, mert geológussal keverhetik össze esetleg. És hát ugye a helytörténeti kutatás az is egy fontos pontja az életednek, de hogy helytörténész valaki vagy helytörténeti kutató, az megint egy kis különbség lehet, de kezdjük a legelején a geográfussal. Mivel foglalkozik a geográfus? Igen, hát ugye maga a geográfus az, ugye szó szerint azt jelenti, hogy ugye a geo, mint föld, a gráfia, mint leírás, tehát a föld leírással mondhatnám így. A geográfus az gyakorlatilag mindennel, ami földrajz. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy földrajztudós, mert ezért nagyon túlzóan hangzik, hanem mindenhez kell érteni egy kicsit a földrajzon belül, tehát a természetföldrajzhoz, a társadalomföldrajzhoz, meteorológiához, geofizikához, geológiához, tehát mindenből egy kicsit. Ugye a geológus az effektíve a földtannal foglalkozik, tehát kőzetekkel, ásványokkal, rétegtannal, stb. Tehát minden, ami a talpunk alatt van, leegyszerűsítve. A geográfus meg hát foglalkozhat teljesen más dolgokkal, tehát mondjuk településföldrajzzal, vagy gazdaságföldrajzi kérdésekkel. Itt tehát a kettő nem ugyanaz. Ugye ezért szokták mondjuk akár Csolnoki Jenő esetében is, hogyha említhetem, hogy őnála is többször láttam már leírva, hogy Csolnoki Jenő a híres geológus. Hát nem volt ő sem geológus, és nem volt neki ilyen végzettsége. Geográfusként lehet rá hivatkozni, bár az sem úgymond a tanult szakmája, mert mérnökként végzett, csak később földrajzból is doktorált. Tehát igazából a geográfus, és nem volt ő sem geológus, mint ahogy én sem. És ilyenkor felmegy a pumpa, amikor meglátom. Nem, hát csak nem megy fel a pumpa, mert hát ezt nem kell tudni az embereknek, hogy igen, hogy működik, meg hát rengeteg a geográfuson, meg itt a földtudományokon belül is nagyon sokféle szakember van, tehát van, aki mondjuk kozmokémikus, most mondtam valamit, vagy mit tudom én, mondjuk a geofizikának is egy olyan ágát műveli, amihez nekem nem kell feltétlen értenem, meg hát maga a földrajz, hogy társadalom, meg természetföldrajz, ez azért nagyon különböző, és nagyon elkülönül, tehát valaki, aki mondjuk nekem is volt olyan tanárom, aki mondjuk településföldrajzzal foglalkozott, tehát a különböző településtípusok hogyan alakulnak ki, a különböző városszerkezetek, hogy most az centrális, vagy egy utcás falu, vagy nem tudom, hogy az hogy jön létre. Na most neki mi rálátása van mondjuk a geológiába, a nem tudom, a bazalt kialakulásához? Nyilván valami fogalma van, de hát ég és föld szó szerint ugye lehet mondani, hogy a föld az mindennel foglalkozik, ami a föld közepétől egészen a világűrig tart, úgyhogy ez egy nagyon tág. Meg hát maga a földrajz is egy olyan tudomány, ami az elmúlt évszázadokban vesztett a tudomány területeiből, mert önállósodtak és leváltak. Tehát akár a meteorológia, a csillagászat, ezek mind-mind régen egy mondhatni disziplina volt, és ezekből mind-mind ugye kimentek, és most már lassan ott tart, hát kicsit túlzásra a földrajz, hogy nem nagyon van témája. Persze ez nem igaz, de nagyon sok részterület már önállósult, és nagyon széttagozódott. Tehát ugye Csolnoki ebben volt például jó, hogy ő nem a részterületekkel foglalkozott csak, hanem megpróbált ezt is szintetizálni, tehát hogy az egészet együtt látni egyfajta polihisztorként, tehát a társadalomföldrajztól a természetföldrajzig foglalkozott, írt dolgokat. Ugye ma egy átlagos, vagy egy egyetemen tanító földrajzon, mondjuk földrajztanszéken lévő tanárnak van egy témája, amihez ért és amivel foglalkozik, de ő nem fog mondjuk egy teljesen más dologgal foglalkozni, tehát mondjuk én sem írok, nem tudom én, a vasút földrajzról, vagy nem tudom én, a valamilyen kőzet kialakulásról, mert nem témám, meg olyan szinten nem értek hozzá, tehát ez már annyira aprólékos, akár ugye mondhatnám a biológiát is, ugye ott is az, hogy valaki mondjuk szerves vagy szervetlenne biológia
vagy a biológián belül több mindennel foglalkozik, hogy most növénytanos, vagy állattanos, most szóval az is annyira bonyolult, hogy egy orvos. Tehát ők is nagyon szakosodnak. Célba vettük a Csolnoki családot. Veszprém talán leghíresebb familiája. Ha nem tudom, hogy méri kell így, vagy van egy gyerista, hogy híres családot? De van esélyre. De van esélyre. De először azért rólad. Azt már tudjuk, hogy geográfus vagy. Említettem, hogy pedagógus. Igen. És a bátori, veszprémi bátori Igen. általános iskolában. Hát mit tanítasz? Hát földrajzot. Milyen meglepő. Igen. Földrajzot, ugye 5.-6. osztályban ugye nincs földrajzot, még csak most természettudománynak nevezik, ugye régen természetismeret volt, most természettudomány az új neve, de annak is leginkább a földrajzos részét, mert ugye abban is van biológia, földrajz, egy kicsi kémia, kicsi fizika, ilyen bevezető jelleggel, de leginkább a földrajzot, meg hát a technika is a szakom, tehát azt is tanítom, úgyhogy ez a három. Meg ami még az iskolához köthető, ugye az iskolánk most már 10 éve örökös ökoiskola, és az öko koordinátori vagy zöld koordinátori feladatokat is én láttam el az iskolába, tehát minden, ami ehhez kapcsolódó, fenntarthatósági témahét, hulladékcsökkentési hét, szemétszedési akciók, tehát minden, ami ez a zöld öko dologhoz kapcsolódik, és hogy a gyerekek részt vesznek benne, pályázatok, faültetés, stb., ezeket fogom össze, meg a negyedik, ami ilyen teljesen ezektől független, az az iskolának, a közösségi oldalának az admin feladatai, hogy így mondjam, tehát azt is én csinálom most már 5 éve, úgyhogy az is napi munkát jelent, hogy az menjen az oldal. Már most megemlítjük, hogy jelentős évfordulóra készül a bátori Igen. ősszel, és akkor majd vissza is térünk az iskola történetére, történelmére, mert azt hiszem, hogy ebben is eléggé szerteágazó ismeretekre tettél szert Igen. az idők során. De most megint csak hozzád visszatérve, hogyan lesz valakiből földrajztanár? Hát elvégzi a földrajzszakot a most már egyetemen. Ugye régen még volt külön főiskolai képzés és egyetemi, ugye attól függően, hogy általános iskolai, középiskolai tanár lett valaki. Ugye nekem a földrajz volt, ami a szempont volt, és a geográfusság, vagy a geográfia, és ennek egy ilyen mellék, hát nem mellék, de egy ilyen úgy alakult, hogy földrajz szakon végeztem, mint tanárszak. Kapcsolódó. Igen, és úgy, hogy mivel ez egy tanárszak volt, ezért ezzel lett ugye az iskola, ami bejött később képbe. Igazából most nem csak erre voltam kíváncsi, Igen? mint egy technikai megvalósításra, hanem hogyan jött az ötlet? Gyerekkorodban már a földet ástad és nézegetted, vagy a térképeket bogaráztad, böngészted, és mindent tudtál. Hát engem sok minden érdekel. Hát így jött, vagy pedig egyszerűen egy spontán ötlet? Hát valahol is. Ugye maga az, hogy tanár legyek, az nem volt terv, már csak azért sem, mert a családomban generációkra visszavezethetőleg tanárok vannak, tehát édesanyám, nagyapám, nagymamám, tehát sok generációra, úgyhogy én láttam, hogy ez mivel jár, meg hogy ez milyen, tehát ezért nem volt terv, hogy tanár. A földrajz az ott volt, mert hiszen hát édesanyám is földrajzot tanított, ugye nagypapám is földrajztanár volt, ő gyűjtötte a különböző kőzeteket, ásványokat, tehát gyerekkoromban, amikor a nagyszüleimnél voltam, akkor ezeket ott voltak a polcon, ezeket nézegettem, tehát ez ott volt. De több minden is akartam lenni, tehát volt olyan, amikor régész szerettem volna lenni, akkor csináltam ilyen kis ásatásokat a kertben, meg kerestem különböző cserépdarabkákat, volt, amikor egy vízimalom korszakon volt, akkor azzal foglalkoztam, akkor volt középkori várakkal, tehát mindenféle ilyen régi dolgokkal azért már akkor is foglalkoztam, tehát ami igazából nem földrajz. Vagy például Almádiba ugye ott laktak a nagyszüleim, ugye ott volt ez az új almádi újság nevezetű folyóirat, és annak az elején mindig volt egy régi villáról, régi almádi épületről egy-egy történet, és azokat mindig kivágtam már gyerekként, elraktam, tehát ezeket mindig szerettem az ilyen régi történeteket épületekről olvasgatni. Úgyhogy több ötlet is volt, meg a másik ugye, hogy rajztagozatos voltam általános iskolában, középiskolában is rajzfaktos voltam, és én a képzőművészetére akartam menni, tehát ez is benne volt a tervben, hogy grafikával foglalkozzak.
Csak aztán volt, aki azt mondta, hogy hát ez napi 8-10 óra rajzolást jelentene az egyetemen, mondtam, hogy annyit én meg nem akarok rajzolni, mert én úgy szeretek rajzolni, hogy éppen kedvem van, és emiatt az ellett, hogy elvetettük. Nyilván mondjuk egy rajztanár szakot megcsináltam volna, de hát a rajzból lett a föld rajz, úgyhogy... Rajznak rajz? Igen, benne van, igen. Valamilyen módon. És hát a másik nagy szerelem a földrajz mellett a helytörténeti kutató munka. Igen. Mikor helytörténész valaki, mikor helytörténeti kutató? Erről is beszélgettünk, és neked van erre egy elméleted? Hát nem is tudom, hogy ez az én elméletem, mert nem biztos, hogy ebben én vagyok a kompetens, de úgy gondolom, hogy azt lehet történésznek nevezni, akinek van történelem szakos tanári, vagy történész bölcsész végzettsége, hiszen alapesetben ő a történész. Aztán meg, hogy onnantól kezdve, hogy ő mivel foglalkozik, az már más kérdés, hogy helytörténettel, hadtörténettel, vagy bármi mással. Az olyan egyszerű emberek, mint mondjuk én, akinek nincs történelem szakos végzettsége, nem vagyunk történészek, ezért nem is hiszem, hogy minket történésznek kéne hívni. Erre, nem tudom, valaki egyszer kitalálhatta ezt a helytörténeti kutató elnevezést, vagyis a helytörténettel foglalkozó kutató, mondhatjuk így, de igazából egyik elnevezés sem hivatalos szerintem, tehát nincs meg ilyen nem szak, is teljesen kifejező egyik sem valószínűleg. Hát, ugye, mert attól, igen. Hogy kutató, attól ő még lehet egy tudós ember, meg lehet egy teljesen mondjuk úgy laikus, igen. Aki szereti olvasni. Igen, 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 igen. Hát most, hogyha belegondolunk, azok a mondjuk helytörténeti kutatók, akik itt Veszprémben vannak, akár a Honismereti Egyesületben, vagy akár a Veszprémi Szemle írói gárdájában, ott is azért nagyon vegyes. Olyan idézőben civil foglalkozású emberek, akiket ez érdekel, és ezzel foglalkoznak. Tehát nem történészek társasága, hanem olyan ember, aki ebbe jobban beleásta magát, mert nagyon érdekli, és nyilván mindenkinek megvan a maga területe, amivel nagyon sokat foglalkozik, és általában azért tudjuk egymásról, hogy kinek mi a témája, és abba nyilván tudnak, vagy hozzájuk fordulunk, hogyha kell valami segítség, tehát akár egy fotóbeazonosítás, akkor tudom, hogy a Lőrinci Ferit kell megkeresni, mert ő az, aki erről mindent tud. Ha egy bármiféle meteorológiai dolog van, akkor a Kovács Győzőt keresem meg, tehát tudom, hogy kihez kell fordulni, hogyha egy ilyen dolog van, mivel évtizedeket bele ölt ebbe a munkába és kutatásba, ez nyilván jobban tudja, mint én, vagy bárki. Figyelmes lettem rá, hogy több eszem első személyben beszélsz, amikor a Veszprémi Szemlét emlegeted. Szerkeszted te is? Nem. Én csak írni szoktam időnként, mikor van valami téma, vagy megkérnek, hogy írjak valamit. Jó, hogy akkor a magad részére szánt információkról mondtad, hogy tudod, hogy kihez kell fordulni. Igen. Kell valami információ a te saját írásodhoz. Igen. Mert én azt hittem, hogy nem tudtam róla egyébként, hogy benne lennél a szerkesztő gárdába. Nem. Csak nem tudtam, hogy nem történt a változásom. Nem vagyok. Nyilván többen vannak. Van 40-50 ember, akik mondjuk rendszeresebben írnak, vagy akik tudják, hogy ezzel foglalkoznak a városba. Persze mindig vannak új szerzők, mindig vannak külső, nem Veszprémből író emberkék is. Meg vannak, akik rendszeresen írnak, úgyhogy persze van, aki csak egyszer is, többet nem. Ha valaki még nem találkozott volna a nevével, a Veszprémi Szemle nagyon híres, elhíresült és komoly tartalmas város történeti folyóirat, igen. Amiről most itt beszélünk. De most nem erről beszélgetünk, erről is lehet majd még sok szót ejteni, de amit ma megcéloztunk, egy szerintem nagyon fontos téma, és valószínűleg kicsit azért elhanyagolt téma, a Csolnoki család története, a Veszprémi Csolnoki család története, mert nem csak egy Csolnokit tudunk, aki jelentőset alkotott, hanem voltak itt többen is. Igen. Hogyan lehetne ezt a családot bemutatni? Biztos jó szerteágazó, de azért helyezzük képben hallgatókat. Igen. Hát azt, hogy most a legelején csak annyit akartam megreszögezni, hogy mennyire hát elhanyagolt vagy nem. Talán úgy érzem, hogy az elmúlt években azért ezt talán már nem mondhatjuk, mert elég nagy figyelmet kapott különböző fórumokon, meg hát az LKF-nek is egyik témája, mondhatni a Csolnoki család. Úgyhogy azért vannak velük kapcsolatban események. Ugye maga a család az egy nagy család, tehát ugye amikor én 2021-ben jelent meg a Csolnoki család története című könyvem, abban ugye földolgoztam a teljes családfát, akik csolnokiak voltak, tehát
mindenki, akit tudtam, azt összegyűjtöttem. Ugye maga a család az három ágra osztható fel. Volt egy úgynevezett Antalág, Csolnoki Antal családja, ők a veszprémiek. Volt egy Imre ág, és volt egy László ág. A László és Imre ág azok az Alföldhöz, Kecskeméthez kapcsolódnak, Pécs, stb. Tehát ők nem veszprémiek. Maga a család ugye Kecskemétről származik, egy iparos család volt, tehát szabók, cipészek, csizmakészítők, stb. Akik közül ugye az egyik fiú, ha mondhatom így, a Csolnoki Antalnak ugye a leszármazottairól beszélünk, hát nem folytatta a családi hagyományt, és nem maradt Kecskeméten, mint iparos, céhes ember, hanem ugye elvégezte az orvosit. Ugye ő volt idősebb Csolnoki Ferenc, aki aztán később ugye több helyen teljesített szolgálatot, és úgy alakult az élet, hogy Veszprémbe került. Ez ugye a 19. század közepe, tehát 1850-es évekről beszélünk, és ő volt tulajdonképpen, aki úgymond a veszprémi családot megalapította, vagy hát ő volt az első családtag, aki ide került. Ugye már ő Veszprémbe helyezkedett el, itt kezdett el ugye dolgozni, ugye az akkor még kórházi spotály, tehát a kórház elődjében, mint orvos, és később aztán az apukáját is ugye magával hozta, tehát az édesapja, amikor már idős lett, akkor Kecskemétről elhozta ide, ő itt is halt meg. És Csolnoki Ferencnek már a leszármazottai, ők már lettek tulajdonképpen igazából veszprémiek. Ugye idősebb Csolnoki Ferencnek is több gyermeke volt, talán közülük, aki ismertebb, ugye ifjabb Csolnoki Ferenc, a kórház névadó, tehát a megyei kórháznak a nevét, ugye róla kapta a nevét, ugye ő is orvos lett, és ő az egész életét gyakorlatilag Veszprémben élte, tehát ő nem ment el innen, ő nem került el innen. Ugye neki elég sok mindent köszönhetünk, tehát a gyermekmenhely, az árvaház, a kórházbővítés, ugye a püspöki orvos volt, tehát rengeteg mindennel foglalkozott. Ugye nem véletlen, hogy annak idején ugye a kórház is ugye a rendszerváltás idején az ő nevét vette fel. Ugye ebbe a Gyuri bácsnak, Hogya Györgynek ugye nagy érdemei vannak, hogy ő ezt felvetette, hogy hát róla kellene elnevezni, ha van egy ilyen veszprémink, meg hát ő volt az első orvosigazgatója is az intézménynek. Úgyhogy ő a második generációból mondhatom az egyik leghíresebb. Neki volt egy testvére, ugye Csolnoki László, aki ügyvéd volt itt Veszprémben, illetve hát a közéletben is előszeretettel mozgott, ha mondhatom így. Tehát közgyűlésnek volt tagja, részt vett mindenféle tárgyalásokon, miniszterekkel, iskolabővítés, csatornázás, ugye, tehát minden, ami városi közélet, és ezzel kapcsolatosabban az örül benne volt, és mellette ügyvédként ugye praktizált, egy elég, hát mondhatnám talán bohém életet élt. Mégis milyen keveset tudunk róla? Hát róla hát igen, viszonylag keveset. Fordított például németből, franciából, tehát az irodalom is érdekelte, tehát egy ilyen elég szertágazó ember volt, meg hát itt tényleg mindenki ismert a városba, ugye vagy nagyon szerették, vagy kevésbé szimpatizáltak vele. Megosztó volt. Most így mondjuk. Igen. Ugye gyakorlatilag ő is ugye ez a második generáció, ő is itt élte gyakorlatilag lesz szinte a teljes életét, ugye idősebb korában már, amikor beteg lett, akkor került Budapestre, és ott halt meg, de maga az életének a nagy része az Veszprémhez köthető. És ugye a harmadik generáció, akiről beszélünk, az ő gyermekeikről, ugye Csolnoki László gyermekei voltak a híres csolnoki fivérek, ugye ott 8 gyerek volt, de közülük ugye 3 az, akit úgy megjegyeztünk, vagy fennmaradt a nevük jobban. Ugye a két író, Viktor és László, illetve hát a földrajztudós Jenő. Ők voltak 3-an. Ők már Veszprémhez csak idézőjebben annyiban köthetők, hogy itt születtek, ide jártak iskolába, itt végezték a középiskolát, illetve még Viktor itt kezdte gyakorlatilag az írói pályáját, de gyakorlatilag 20 éves korukban végleg elkerültek innen ugye Budapestre, a fővárosba, és soha többet életvitelszerűen már nem jöttek vissza a városba, se Csolnoki Jenő, se a testvérei, úgyhogy a harmadik generáció már csak innen indult. Tehát mondhatni egy ilyen érdekes, hogy az első még csak idejött, a harmadik meg már elment, úgyhogy a második generáció volt itt igazán. Ez nagyjából 100 év, tehát az 1850-es évektől, ugye 1940-es, 50-es évekig, ugye amíg ifjabb Csolnoki Ferenc, ugye a kórházigazgató meg nem halt, aki itt élt, ugye, az ő halálával tulajdonképpen ez a család itt Veszprémben kihalt, mert nem maradt itt senki, hanem mindenki már a fővárosban lakott. Hát elég szerencsés genetika
dolgozott, azt hiszem, ennek a családnak az életében. Mindenképpen a kórház névadó csolnoki, azt talán, akit a legtöbbször emlegetünk, már csak a kórház miatt is. Igen, 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 igen. És talán az ő tevékenysége volt a közjavára talán a legmeghatározóbb. Hát itt Veszprémben mondhatjuk, itt igen, Veszprémben, igen, igen. Ugye Csolnoki László is azért elég sokat tett a városért. A bohém. A bohém, mondjuk, igen. Mondjuk persze fel kérdés, hogy róla aztán most mit nevezhettünk volna el. De talán Csolnoki Ferenc volt, aki itt Veszprémben olyan sok mindent tett. Nyilván Csolnoki Jenő neve valószínűleg ismertebb országszerte, vagy országosan, meg Viktoré is, de ők, az ő tevékenységük már nem annyira Veszprémhez köthető. Tehát Csolnoki Jenő is írt Veszprémről földrajzi szempontból több tanulmány, több könyvében megemlíti, ugye meg is jelent egy kis alakú ilyen kis könyve konkrétan Veszprémről, tehát foglalkozott ő is a várossal, de nem olyan szinten, meg hát az ő munkásságának, a tudományos munkásságának nem Veszprém volt a tárgya, hanem sok minden más. Ettől még veszpréminek tartjuk, meg hát nyilván fontos Veszprém életében, meg megemlékezés szempontjából, de az élete nagy része az nem Veszprémhez köthető, ugye ellentétben Csolnoki Ferenccel. Itt azért talán fontos elmondani, hogy a Csolnoki Ferenc ugye a kórházban elnevezve, ugye Jenőről pedig ugye a Csolnoki iskola, illetve hát a városrész is, ha minden információm stimmel. Talán még az út is. Viszont ugye itt van egy írásbeli különbség. Ugye az iskola, az út és a városrész az ugye CH, a kórház meg C. Ugye ezt rendszeresen keverik, a Csolnoki kórházat leírják CH-val, a Csolnoki... Az mondjuk ritkább, hogy a Csolnoki iskolát vagy a lakótelepet C-vel írnak, de az nagyon gyakori. Tehát most talán pár nappal ezelőtt is olvastam egy olyan bejegyzést a közösségi oldalon, hogy a gyűjtenek valamit, nem tudom, a Csolnoki Ferenc kórháznak, és CH-val volt leírva. Sőt, olvastam olyan újságcikket is még pár évvel ezelőtt, ahol egy cikken belül váltakozott, hol CH volt, hol C volt a névírás. Igazából ez nem egy ilyen egetrengető dolog, ugye ez csak egy szokásjog alapján alakult így, ugye maga Csolnoki Ferenc világéletében C-vel írta a nevét, tehát nyilván innen az, hogy a kórház is ezt a nevet használja. Az, hogy aztán később a harmadik generáció tagjai, tehát Jenő testvérei, mert még az édesapja is idősebb korában átért erre a CH-s írásra, ez más kérdés, de most ha Csolnoki Jenő nevét is C-vel írnánk, nem történne semmi, mert még az érettségi bizonyítványában is C-vel szerepel a neve, még az egyetemen is így kezdte a pályafutását, sőt az első tudományos tanulmánya, a talajvizek és a közegészség, ha jól emlékszem, ez a címe, 23 éves jelent meg, még azon is C-vel szerepel a neve. Tehát ennek ellenére az anyakönyvben mondjuk CH-val van, tehát van itt egy ilyen kis keverés az egészbe, de igazából a felmenői nagy része C-vel írta. Ez a CH-s írásmód, ez még régebbi, tehát ez ilyen 17. század előtte voltak ilyen névverziók, de igazából nem lényeg. Ez csak egy ilyen kis, hát érdekesség, hogy most C vagy CH. Minden esetre, ha a közvélemény nem is annyira tud a többi Csolnokiról, az elszármazottakról, azért hagyománytisztelő város Veszprém, és hagyományos megemlékezések, szinte már szertartásszerű rituálék is megjelennek a város történetében. Mik a legfontosabbak? Hát ha most visszatérünk egy kicsit a Csolnoki Ferencre, ugye az ő nevét én úgy gondolom, hogy a kórház elég aktívan ápolja, hiszen ugye van Csolnoki emlékülés, van egy emlékbizottságuk, ugye minden évben átadják a Csolnoki emlékdíjat, tehát abszolút úgy gondolom, hogy ez fontos, és az ő nevét azért szinten tartják, vagy életben tartják, ugye emléktáblája is van a kórházban, úgyhogy róla ezt lehet elmondani. Csolnoki László gyermekeiről, ugye a Csolnoki fivérekről pedig, ugye hát Csolnoki László íróról talán kevesebb szó esik, de talán ami fontos megemlíteni most például idén, ugye a Kéci János szerkesztette Kaligram kiadóféle sorozatban, ugye megjelent Csolnoki Lászlónak is egy kötete az írásaiból, egy ilyen válogatás. Hasonlóképpen Viktorról is. Ugye Csolnoki Viktornak van egy emléktáblája is ott a várba, ahogy felmegyünk a Hősök kapuja mellett, illetve magának a három testvérnek is van egy emléktáblája ott a tűztorony alatt, ugye a Veszprémi Panteonban.
De talán a hármajuk közül a Jenőnek van nagyobb, a legnagyobb, hát nem tudom, image-e, vagy reputációja itt a városban. Hozzákapcsolódik talán a legtöbb ilyen megemlékező esemény. Ugye, ami sokáig szinte évente volt, ugye megemlékezés a szülőházánál a Kossuth utcán, aztán ugye 2014-ben avattuk fel a szobrát a Csolnoki iskola előtt, ez is egy ilyen fontos esemény volt. Ugye rendszeresen szoktunk az egyesülettel, a Honismert Egyesülettel sétákat szervezni, akár a Csolnoki Jenő vagy a család nyomában, ezek ilyen helytörténeti séták, de nem csak Veszprémben, hanem akár mondjuk Füreden is, Arácson is vannak ugye megemlékezések. Füred és Arács is köthető a családhoz is, Csolnoki Jenőhöz is. Tavaly nyáron egy ilyen csolnoki emlékdélután szerveztünk, ugye ott a Nők a Balatonér Egyesület, akik rendszeresen évente tartanak megemlékezést a Csolnoki Parkban, fönt ugye Arácson, a Koloska völgy bejáratánál. Ugye ott van eltemetve Csolnokinak a második felesége és Arácson, úgyhogy azt a sírt is rendszeresen gondozzák, de Arácson is tartottunk már sétákat, úgyhogy mindenhol vannak ilyen kisebb-nagyobb akciók minden évben, szinte minden évben, úgyhogy ez talán lesz fontosan. A beszélgetésünk végén három villám kérdés következik. Mit gondolsz Veszprém élhetőségéről? Milyennek tartod ezt a várost ilyen szempontból? Szerintem élhető. Nem túl nagy, nem túl kicsi, úgyhogy szerintem pont megfelelő. Az más kérdés, hogy a lakhatás mennyiben könnyű kivitelezni, ugye ez nem szabad erről elfeledkezni, ugye az ingatlan árak azért itt Veszprémben elég magasak. Tehát jól élhető város Veszprém. Jól élhető, igen. Szerintem Budapest után a második legdrágább város ebben az országban. És ez meg a másik szempont, ami kicsit szomorúbb. Igen. Tehát ha valaki mondjuk akar egy ingatlan szeretne jutni, az mondjuk nehézkes, mondjuk így. De hogyha ez megvan, ez a háttér, akkor onnantól kezdve viszont nyilván élhető városról van szó. Tehát ami szerintem külön így általában, hogyha más városban vagyok, így feltűnik, hogy nagyon sok a zöld Veszprémben, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Parkok, játszóterek, erdők, tehát nem nagyon van olyan városrész, ahonnan 10 percen belül ne jutnék be egy erdőbe. Akár itt ugye mi itt a Bakonyaján lakunk, és hát egyik irányba Jutasvitézkilátó, kiserdő, másik irányba Rabmária forrás, tehát hogy gyakorlatilag bármikor az ember a zöldbe mehet, ez azért nagyon ritka egy megyeszékhelyen, legalábbis én úgy gondolom. Hogyan látod a város közlekedését? Hát nem járok autóval, úgyhogy én gyalogosan vagy busszal. Hát lenne azért rajta mit javítani. Néha nagyon nehézkes a közlekedés, főleg a belvárosban. Milyennek találod Veszprém kulturális életét? Szerintem kulturális életben nagyon kiemelkedő. Nincs olyan nap, hogy ne lehetne valahol elmenni egy kiállítás megnyitóra, egy beszélgetésre, egy színházi, tehát rengeteg. Talán ennél többjem is kell. Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.